Kimondva azzal a céllal vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Sényű, hogy az élen végezve játszhasson az NB3-ba kerülésért. Sándor Tamás együttese szinte tökéletes szezon zárt, mivel 27 győzelemmel, 2 döntetlennel és mindössze 1 vereséggel a második helyezett Nyírgyulajt 18 ponttal megelőzve az első helyen fejezte be a bajnokságot. Az osztályozó sorsolásán Fortuna a Sényűiek mellé állt, így már az elmúlt héten eldőlt, hogy ősztől az NB3-ban szerepelhetnek Kapacinájék. Ráadásként a Magyar Kupában is szépen menetelt a Sényű, aminek következtében bejutott az Amatőr Kupa döntőjébe, ahonnan a Serleggel térhetett haza az együttes. Úgy próbáltuk meg ezt a megyei bajnokságot megnyerni, hogy valamilyen szinten már készülünk az NB3-ra, de nem szabad elrugaszkodni a földtől, hiába a kupába ki tudtunk venni egy Kazincbarcikát, egy RKSK-t, vagy akár egy nagyon jó erőkből álló Nagy Kanizsa ellen meg tudtuk nyerni az Amatőr Kupát, de ezek nem sorozatba jöttek, ezek a mérkőzések. Ezeken nagyon jól felszívták magukat a srácok, és nagyszerűen teljesítettek. De hát ez, én úgy gondolom, hogy az útnak az eleje ahhoz, hogy NB3-ba nagyon jól tudjunk teljesíteni, ahhoz még sokat kell fejlődnünk. Fodor András az elmúlt nyáron az NB2-es Kisvárdától érkezett Sényőre. A rutinos középpályás szerint gyorsan egy hullámhozra kerültek a több helyről igazolt játékosok. Nagyon jó a játékosok alkotják a keretet, igazi nyerőtípusúak vagyunk, úgymond. Aztán, ahogy teltek múltak a meccsek, egyre jobban összeért a csapat, de szerintem NB3 az más szint, más kávéház, és oda azért szerintem még erősítések el kellene. Az elmúlt hétvégi évzárót követően pihenőt kaptak a játékosok. A vezetők még egyeztetnek a futballistákkal, néhány távozóra és érkezőre biztosan lehet számítani a felkészülés kezdetéig. 4-én kezdődik a bajnokság, augusztus 4-én, tehát valószínű, hogy július 2-án kezdődik a felkészülés, de már a srácoknak lesz előtte másfél héttel egy ilyen saját egyéni program, amit meg kell majd csinálniuk, és hát onnantól kezdve pedig próbálunk a lehető legjobban felkészülni az NB3-ra. A Sényű a tavaszi szezon hazai meccsének többségét a kemecsei pályán játszotta. Közben felújították saját pályájuk gyepszőnyegét, a rajtig elkészül egy új lelátórész, kibővítik a klubépületet, és készül egy műfüves pálya is. A klub vezetői szerint az első hazai meccsen már NB3-os körülmények várják a csapatokat és a szurkolókat.